Nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, Benny Zoltán vagyok, Pécsről érkeztem, és ma reggel még én voltam a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, de nálunk az olyan gyorsan változik, hogy meg kell nézni a levelezésemet, hogy ez még így van-e. Kicsit úgy éreztem a fölkéréskor, hogy egy kicsit kakuktojás leszek a lúdtojások között, és arra leszek kényszerítve, hogy igazoljam, hogy miért is vagyok én itt, és azt gondoltam, hogy én is fölveszem a kedvenc madászöltönyömet, hiszen én is vadászember vagyok, sőt, a hálószoba titkot is elárulom, a feleségem azt mondja, hogy már semmi más nem érdekel engem, csak a vadászat, de mint tudjuk, hogy azok a hölgyek, akik nem vadásznak, ezt nem látják tisztán, úgyhogy amikor azt mondják, hogy mindig vadászol, az nem lehet igaz, hiszen ott hol vagyok. Nem ezzel akarom indokolni a jelenlétemet. Engedjék meg, hogy inkább egy kicsit az érzelmekről beszéljek az előadásomnak az első felébe, ami a vadászlélek, a vadászszívvel átitatott munkavégzéshez kötődik, még akkor is, ha az ember a vízügynél dolgozik. És ezen az úton induljunk el. Az első dia mindjárt erről szól egyébként. Pálos Rozitának van egy nagyon szép idézete, ami úgy szól, hogy nekem csodálatos a kubikuló ereje, ki hordja a földet, míg hordja a föld. Hát ez a mi szakmánk körülbelül. És nagyon messziről indulok, tudom, de ne ijedjenek meg. Báró Kemény Gábornak írja Kvassai Jenő, akit hát mindenki ismert természetesen, és a vízügyi szempontból meg különösen fontos az ő jelenléte, ami így szól. Az áldozat, amit az ország a talajjavítások ügyének azáltal hoz, hogy a mérnöki tervezetet, a felügyeletet, a bocsássanak, hogy nehézen látom, a birtokosságnak ingyen adja, sokkal hatékonyabb rugóul szolgál, mint első pillanatban láncolik. Nem annyira pénzügyi, mint inkább erkölcsi hatása a következtében. Igen, sokan kaptak kedvet és bizalmat az ügyhöz azáltal, hogy a mérnök a helyszínen magyarázta a dolgot, feltárta a viszonyokat, és úgy szólván lépésről lépésre győzte le a képzelt nehézségeket. Ez a legfontosabb, ezt szoktam elmondani a fiatal mérnök hallgatóknak is. Innen olvasom. A legkitűnőbb művek, értekezések nem hatnak annyira, mint a helyszínen eszközök egyszerű magyarázat a felvilágosítás. Tehát az őslábára rá fogok térni, muszáj elmondani, hogy megértse a helyi ember, hogy mi történik. Hogy miért kell eladni a földjét, amire fölveszi az állami támogatást, hogy miért jobb az, hogyha ott ezek a beavatkozások véghez mennek, és a másik, hogy ez a tájsebb, amit ezzel a gépekkel és a beton műtárgyakkal okozunk, az később a természetbe be fog épülni, és egy nagyon nagy előrelépést fogunk ezzel tenni. Tehát ez a legfontosabb, hogy értse, hogy mi miatt történik. A másik, még mindig nagyon messze vagyunk, Beszédes Józsefről szól, a Sárvíz, Nádor csatorna, Kapos vízfolyásnak a rendezése kötődik hozzá nagyon erősen. Azt mondta egyébként, hogy a Kapos vízfolyást a helyi gazdák ellenállása miatt nem tudta rendezni Dombóvártól Kaposvárig. Én 30 év óta vagyok vízügyi szolgálatban, én sem tudtam rendezni. Valószínűleg ugyanazok a helyi gazdák ma is 1860-tól ugyanazok, és senki nem változott. Ezt csak azért szeretném felolvasni, mert ez teljesen mutatja azt a lelkiséget, ami ebbe az ügybe bent kell, hogy legyen. Az önéletrajzát írja. Nagymértőságú Széki Gróf Feleki József, ő kegyelmességnek, mint a Tudományos Társaság elnökének Budáról 1840 évi július 8-án hozzám írt kegyes parancsolata kapcsán kívánt adatokat híven alázatta tisztelettel itten bémutatom. Születtem 1787 év februárban 13-án Magyar Kanizsán, tekintetes Bárcs vármegyében kebelezett beszéd... Bocsássam, nagyon nehezen olvasom innen, de innen olvasom jól. Bárcs vármegyében kebelezett koronai szabadítékos úgynevezett Tiszán inneni kerületének egyik magyar városában. Az apám Beszédes Mátyás szántóvető szegény parasztember volt, írni és könyvet vagy írást olvasni nem tudott, mégis természeti belátó esze, közéleti gyakorlata, kiválóképpen pedig az igazságot szomjazó és a közjót forró szerető lelkét 11 évig jótevő bírája volt a városnak. Ezen 11 év itten sokat bizonyít,
mivel Kanizsát fele, magyar fele, Rácznét kapja, a bíróság tehát közös, mégis más rész jogáról lemondott azon idő alatt. Apámra ezeket feljegyezni tartozom, mivel ha mi jó van bennem, ennek alapját egyedül ő gyökeresztette belém példájával és tanításával. Hála Istennek, hogy ilyen apám volt. Tisztelettel fölhívnám a figyelmet, hogyha visszagondolnak, hogy milyen önéletrajzokat kapunk most, hogyha föl kell venni valakit. A GDPR miatt most már fotó sincsen benne. Az apjukról senki nem beszél, az életéről senki nem beszél, csak azt írja, hogy nagyon szorgalmas, elvégezte az egyetemet és szeretne hozzánk bekerülni. Hát nem ezt a hozzáállást keresem, vagy keressük legalábbis én mindenképpen. Tiszarafon van ez az emlékmű, és mindjárt abba hagyom itt a lelki dolgokat. Van egy pici kis támfal darab, ami megmaradt, és tulajdonképpen nem túl jelentős, de mégis van rajta egy tábla, ami az van rajta, hogy építette Müller József kőművesmester, ez most nem annyira fontos nekünk, Szilágyi József vízmester szolgálati idejében 1934 esztendőben. Ez a Szilágyi József, ez a faluba egy elfogadott ember volt, aki a vízzel foglalkozott. Ha elzárta a zsiripet, senki nem beszélgetett vele, hogy alatta miért nincs víz. Mindenki elfogadta, hogy vissza kell tározni. Ha jött az árhullám, akkor azt mondta, ki kell jönni a gátra és dolgozni kell, és mindenki jött. Tehát volt ebbe az egész dologba valami a közáltal elfogadott szépség, biztonság, helytállás. És hát ez már a dráva, és ez teljesen hozzám kötődik, én ismerem is az urat, aki itt van a képnek a bal oldalán, vagy ismertem, szegény meghalt, már ő egy gátőr. A drávai nagyárvíz 1972-ben a kubikusok már mossák el a lapátot, tetőzik a víz, már minden rendben van, és ott megy el ez a büszke ember tányérsapkával, hátul a keze, a kezében egy könyv, amiben összeírta, hogy mi történt aznap, ő volt a gátőr. Tehát ezeket az embereket keressük, és hát ugye a Kishercegből mindenki a rókás történetet mondja, de itt van ez a, miután rengen gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. Tehát ez az az érzelem, amit szerettem volna önöknek elmondani, ami természetesen határozottan a vadászathoz kötődik, legalábbis az én esetemben. Ahonnan én jöttem, ez a Dél-Dulántúl, mindig elmondom, hogy a Magyarország legszebb vízügyi területe, a 11 másik vízügyi igazgató mindig vitatkozik ezen velem, de hát, hogyha nem a vízügyet nézzük, azért csak itt van Ropolypuszta, csak itt van Kaszó, csak itt van Lábod, csak itt van Seje, csak itt van a Keretmecsek, tehát van egy kis elfogultság bennem, tudom, de hát indokolni is tudom, és ha a vízügyi szempontból nézem, 918 tó van a területünkön, ez Somogy-Tolna, Baranya, kicsi Tolna, nagyobb Baranya területén, úgyhogy az 1000 tó országá, vagy vízügyének szoktam magunkat, természetesen egy csöppet, hogy is mondjam, nagy arccal mondani. Ez pedig már az ősdráva, ami miatt engem meghívtak a kedves szervezők, és az ősdrávának az adatlapja, ahol az a 7 láb szerepel, a vízrendezés, a tájhasználatváltás, az állattenyésztés, feldolgozás, turizmus, humán erőforrás, és ez a projektek összefogására szóló elem. Azt kell, hogy mondjam, és nem elfogultan, hogy ennek a legfontosabb lába ez a vízrendezési láb volt, a tájhasználatváltással közösen, amit végrehajtottunk. Hát a turizmusról annyit, hogy például Cunkönségben a turizmus kapcsolatosan az Ősdráva programban az elektromos biciklik kihelyezése történt meg. Ez azért nagyon-nagyon jó irány, mert a helyiek ezt ingyen használhatják, és ez a helyi bolt és az italbolt előtt mindig ott áll 6 elektromos bicikli, és a falu végén az utolsó két házban is van egy neki támasztva a kerítésnek. Bizonyára persze a turisták is használják, hát gondolom. Tehát ez az Ősdráva projekt, ez egy nagy projekt, amiben egyébként templomfelújításoktól kezdve nagyon sok minden benne volt, de a legfontosabb lába a vízrendezési láb. Itt számok vannak, és nem kérem önöket, hogy ezt végigolvassák, viszont az látszik rajta, hogy 15 milliárd forintos beruházás volt, ami nem tudom, nagynak számít-e, de határozottan sokat kellett érte küzdeni, hogy ez a 15 milliárd forint erre a területre kerüljön. És van itt egy apró kis mondatocska, az van beleírva, hogy ez a végrehajtás, ez a sárga fidik eljárással történik. Nem akarom önöket untatni, de ezt muszáj elmondanom, mert aki már került ilyen ügybe, az tudja,
tudja, aki még nem, annak meg talán az információ hasznos lesz, hogy a sárga fidik arról szól a szegény magyar emberről, aki a tervezési költségeket nem tudja megteremteni a program előtt, hanem a tervezési költségeket is szeretné elszámolni a projektbe, ezért ez a sárga fidikes eljárást választja, és ilyenkor csak indikátorok vannak. A kivitelezőt kiválasztják, és indikátorok vannak, hogy talajvízszintet meg kell emelni, ökológiai vizet kell a területre vinni, és őnek ezeket teljesíteni kell. És ilyenkor a beruházó igyekszik minél több mindent megcsináltatni ebbe a programba, a fővállalkozó igyekszik ezt minél olcsóbban végrehajtani. És innentől kezdve elindul egy őrületes oda-vissza mutogatás, harc, mindenfajta támogató keresése és az ügyeknek a rendezése, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az Ősdrába program ilyen szempontból eredményesen tudott zárulni. A projekt fő elemeit soroltam itt föl, ami ebből nagyon fontos, hogy a Dráva Magyarország határán halad, nem határfolyó, mert hol itt van, hol ott van, határhoz semmi köze, de hol Magyarországon van, hol Horvátországban van. És ez a Dráva folyó évente 1 centimétert süllyed a medre. Évente 1 centit, 10 év alatt az 10 centi, 100 év alatt 1 méter. Tudom, hogy tudnak számolni, csak a nagyság miatt mondom, hogy ez egy óriási szám. Na most azzal, hogy süllyed a meder, természetesen a talajvíz is süllyed vele, legalábbis az érintett területen. És az Ősdráva program indítása előtt megvizsgáltuk a falvakban a kutaknak a vízszintjét, ahol egyáltalán volt bent víz, és megvizsgáltuk a program végeztével is, erről is beszélek majd. Tehát az történik, hogy a Drávából egy óriási nagy beton műtárgyal, 3 óriási szivattyúval, ahol még egy negyedik szivattyút be lehet rakni, 5 köbmétert veszünk ki 1 másodperc alatt a Drávából, ezt fölemeljük magasra, és közben mutatom, hogy itt a térképen látszik. A felső saroknál látszik a szivattyútelep, és 45 települést érintve 500 négyzetkilométer területen keresztül, a Drávától távol, egy 8-10-15 kilométerrel följebb, 32 kilométer főcsatornával csorgatjuk a vizet, és elindítjuk lefele a Dráva irányába. Föltöltve ezzel morotvákat, föltöltve ezzel tavakat, ahol problémák vannak, és gyakorlatilag megemelve a környéken a talajvízszintet. Ami egy csöppet érdekes ebbe a társaságban mindenképpen, hogy itt a főcsatorna a képnek a felső részén jelzett nyomvonalon haladó főcsatorna 16 darab erdészeti műtárgyat tartalmaz. Ez azért van, hogy az erdészet egyébként nem indultak el még ezek a projektek, ez a mecsekerdő, akiről most beszélünk, nem indultak el ezek a projektek, de készülnek ilyen projektekre, hogy ezeken a műtárgyakon elárasztják a területeket, itatókat hoznak létre, vizes élőhelyeket hoznak létre a saját területeken. A képnek a bal oldalán ott látszik 2 darab erdészeti tározó, ami tervezés alatt van. Tehát ez a vízrendszer képes arra, hogy ezeket a vizes élőhelyeket vízhez juttassa, és nem feltétlenül akkor, amikor esik az eső, hanem pont abban az időszakban, amikor vízhiányos időszak van, hiszen a Drávában azért a megfelelő vízmennyiség megtalálható. Ugye itt a projekt eredményeiről beszélünk, ez 45 település, ami érintett a vízrendezésben, 572 négyzetkilométeren zajlik ez az ügy. Természetszerűleg eljön az a perc, amikor ez a mű elkészül, és az üzemeltetést kell végrehajtani, ami az állam feladata ebben az esetben a vízügyi igazgatóságé. Többségében el kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon szokott az uniós projektekhez csatlakozni a fönntartási időszak. Az Ősdrávába el kell, hogy mondjam, és büszkén mondom el, de mivel nagyon négy szem közt vagyunk, azt is elmondom, hogy őrületes munka és őrületes, hogy is mondjam, kilincselés volt az, hogy mi ezt megkaptuk, mi erre kaptunk fönntartási pénzt.
Egyetlen egy nap, amikor 8 órában üzemelnek ezek a szivattyúk, az kb. 800 ezer forintba kerül ez a szivattyúzás, tehát ennek a költsége jelentős. Mi ezzel a támogatással rendelkezünk, sőt, ilyen beépülő költségnek kaptuk meg, úgyhogy ma már el se kell róla számolnunk, tehát úgy tűnik, hogy ez egy hosszú távú működést fog majd biztosítani. Természetesen naperőparkot hoztunk létre ennek a költségeinek a csökkentésére. 499 kilowatt a naperőpark, az azért van, mert az 500 kilowatt az már nagy erőműnek számít, és teljesen más eljárásrend van. Ugye miénk pont 499 kilowatt, 9,9999. És hogy érdekes legyen, és ne csak itt a számokról beszéljek, néhány fotót szeretnék mutatni, és ez az, amiről beszéltem önöknek, hogy a képnek a bal sarkán madártávlatból, meg hát a jobb oldalán is a felső rész, ez a vízkivételi mű, ez műszaki szemmel szép természetszerűleg, természetet szerető ember szemével nem feltétlenül mondható szépnek, de ez a műtárgy szükséges ahhoz, hogy ez az egész rendszer működni tudjon. Az alatt való fotókon ez egy a bal oldalon, vagy a jobb oldalon lévő kitorkoló fejnek hívjuk, ott van egy pici kis luka végén, ez 2 méter átmérőjű cső, tehát ezen a 2 méter átmérőjű csövön telt szelvénnyel megérkezik a víz, és a mellette lévő hosszú egyenes csatorna, amit én főcsatornának hívok, azon indul meg a víz, és ebből van vezetve a dráva irányába. Ezekkel a műtárgyakkal, amik itt láthatók. Itt megint a jobb oldalon az a nem túl szép műtárgy, vagy hát mondom az én szememmel határozottan szépnek mondható, az az erdészeti műtárgy, ami azon a vízszinten, amit mi határozunk meg, hogy mekkora legyen a vízszint, ha eléri ezt a nyílást, akkor a víz természetesen ki fog menni arra a területre, amit az erdészet erre kijelölt. Aztán persze mellette vannak olyan műtárgyak, amik korábban is megvoltak, azoknak a felújítása van, alatta bukótáblás zsilip, ami természetesen ezek már az irodából irányítható, nyitható, zárható berendezések, és tulajdonképpen a visszabályozást végre lehet hajtani ezzel. Ez Körcsönye puszta, megint vadászati szempontból egy ismert hely, ott van egy csúnya szóval mi ezt medertározónak hívjuk, ez az a terület, ahol a víz mindig megmarad és nincs tovább vezetve, és azokon a napokon, amikor valami oknál fogva vízhiány van a rendszerben, ez a halmentőhely, az élővilágnak ez a terület van fönntartva. Azért engedjék meg, hogy a kis ördög nem hagy nyugodtan, és muszáj, hogy elmondjam, hogy mihelyt ilyen területek létrejönnek, és ezt gondolom, hogy a vadgazdálkodásnál is ugyanígy van. A MOHOSZ, ha ez állami terület, azonnal bejelentkezik, mint halászati jog gyakorló, és ezeknek a vízfolyásoknak az a neve, hogy időszakos vízfolyás, ezt önök is tudják, hogy hogy hol van bent víz, hol nincs bent víz. Na most a halaknak a nincs bent víz azért az határozottan számít, és amikor ez a vízfolyás időszakosnak és szárazon van éppen tartva valamilyen fönntartási vagy bármi ok miatt, akkor engem mindig megtámadnak különböző fenyegetésekkel, hogy a halak azok elpusztulnak, és azonnal védekezni kell. De tisztelettel jelzem a MOHOSZ-nak, így van a jogszabály, hogy időszakos vagy állandó. Tehát az időszakosnál gondoskodni kell a halaknak a mentéséről. Tehát komoly problémákat jelez egyből. Azért akartam ezt elmondani, mert miközben mi azon gondolkodunk, hogy a talajvizet megemeljük, azon gondolkodunk, hogy a vizes élővilágot helyrehozzuk, a turizmus, ahogy az előbb említettem, a horgászat és minden egyéb résztvevő megjelenik a területen, és különböző igényekkel fog előállni, hát amit kezelni kell tudni mindenképpen. Egy másik tó, ez Sején van már a gimbikának a hazájában. Lehet látni viszonylag sekély vízmérséggel, de 7 hektáron keresztül, vagy nagyságban tározza a területen a vizet. Egy kis film van, talán el tudom indítani. 1 perc csupán. Ha megy, igen, megy. Itt látszik az építés folyamata, amit mondtam, hogy komoly társsebeket okozunk, vízkivételi mű készült el.
Utána van egy három állásból álló szivattyú állás, itt már a kész szivattyú. Ez a fő csatorna, amit említettem, persze ma már ez benőtt és szép állapotú. Ez a két méter átmérőjű cső, amin keresztül a víz addig a kitorkolófejig zárt csatornában halad. Aztán ezt követően megindul ezen a 32 kilométeren, itt már látszik a vízzel elöntött terület. Ugye ezek azok a műtárgyak, amit közben meg kellett építeni, különböző osztóműtárgyak, bújtatóval egyik vízfolyás a másik vízfolyás alatt halad át, hogy a vizet végig tudjuk vinni. Azért azt is el kell mondjam, hogy több esetben meg kellett változtatni a vízfolyásnak az esését, tehát eddig erre folyt a víz, most másik irányba folyik, ahhoz, hogy az egész rendszer működni tudjon. Ez egy ilyen jelentősebb műtárgy. Aztán ezek azok a bukótáblás műtárgyak, amit bentről az irodából tudunk irányítani, és visszajelzéseket kapunk, hogy éppen mekkora vízoszlopot tart, ugye itt már a kész állapot. És hát vannak az arrendszerek, ahol különböző út alatti átvezetések, szakaszoló műtárgyak készültek el. Visszatérek az első gondolatomhoz, hogy nagyon sok beavatkozást kellett tenni ahhoz, hogy ez a víz odaérjen az utolsó tóhoz is. Több ronda betonműtárgyat kellett építeni, az élőhelyen változtatást kellett tenni, de ma ez működik, és biztos vagyok benne, hogy nem sokára ezek a területek védetnek lesznek minősítve, hiszen amit az elején említettem önöknek, hogy a kutakban megvizsgáltuk a vízszinteket a 45 faluban, és mindenhol vízszintemelkedésről tudok beszámolni. 1 méter, 1 méter 20 cent is a vízszintemelkedés. Ami hát még azt jelenti, hogy a talajvízszint még mindig mélyen van, mert olyan 5 méter körüli ez a vízszint, de eddig az nem volt ott. Most az ott van, a terület él, és erre nagyon büszkék vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmüket!